Üdvözlöm Önöket! Török György vagyok, az Evangélikus Hitodományi Egyetem gitártanára. Egy sorozat indul most, amiben zeneelméletről mesélek, és direkt mondtam azt, hogy mesélek, nem pedig magyarázom a zeneelméletet, tanítom, oktatom a zeneelméletet. Mert a zeneelmélet körül egyfajta misztikum lebeg, hogy ez valami különlegesség, akárki nem tanulhatja meg. Nos, mindenki megtanulhatja. Eddig megismerkedtünk a hangközökkel, a hármas hangzatokkal, négyes hangzatokkal. Most az ötös, hatos és hetes hangzatokat fogom elmondani, ne tessék megérni, nem lesz nagyon bonyolult ez az egész. Ezek ugye, hogy ötös, hatos, hetes, de ezek azt jelentenek, hogy ennyi hang van egy akkordban. Nem mindig használjuk ezeket, csak ezek úgynevezett díszítő hangok már, ami kiegészítik az eredeti alaphangot. Funkciókat adnak nekik. Most a négyes hangzat, amit eddig vettünk, az állt, nézzük a papíron, állt egy alaphangból, alaphang, arra volt ugye egy tercünk, arra volt egy kvint, most mindegy, hogy milyen, és arra volt egy szeptim. Szeptim, ez ugye már egy, kettő, három, négy. Ez az alaphang meghatározta, hogy mi az akkordnak az alaphangja, a terc meghatározta, hogy dur vagy molról van szó, a kvint meghatározta, hogy ez egy tiszta kvint, akkor ez mol vagy dur, ez még befolyásolja, mert hogyha a kvint nem tiszta, mondjuk szűkített egy kis tersz, akkor ez egy szűkített hármas hangzat, a ha bővített akkor meg bővített hármas hangzat. A szeptim meghatározta, ha dur hármas hangzat szeptimmel, kis szeptimmel, meghatározta, hogy mindenképpen egy dur skála ötödik fokú akkordjáról van szó, ha nagy szeptim, akkor lehet akár első vagy negyedik fokú akkord. Találkoztunk alaphang, kis terc tiszta, kvint, kis szeptimmel, ami is ugye az volt a neve, hogy mol7. Persze vannak másmilyen akordok is, például az alaphang, nagy terc, bővített kvint, és egy nagy szeptim. Ez ugye, ez egy C major 5 kereszt. Mit jelent ez? C hangra fölépítettünk egy akkordot, egy négyes hangzatot, egy nagy tercet használtunk, az nem írtam, hogy mol, mert nagy terc van, tehát dur. Az öt kereszt azt jelenti, hogy egy, 2, 3, négy, az ötödik hangját, a kvintet fölemeltem egy keresztel, öt kereszt, és a major pedig azt jelenti, a major 7, hogy a szeptim az nagy. Nézzünk egy másikat, például C, S, G, és még ezt a hát még le is szállítjuk. Tehát az jött ki, hogy, hogy C, S, G, B, tehát ez egy C, mol, hetesünk van, nem nagy szép tim, hetes, és az ötös le van szállítva. c mol, 7, 5, B. Vagy nézzük meg egy ilyen akkordot a H-ról. H, D, F, A. A HDF-ről már tudjuk, hogy ez egy szűkített, de ha ezt az át leszállítjuk, az azt jön ki belőle, hogy egy H, Mol, 7, B, 5, B. Ezek jönnek ki, hiszen H az alaphang. Kisterc ezért mol, a szűkített a kvint a H-hoz képest az F, ezért 5B, és a 7-est, ami egy kis volt, még le is szállítottam, 7B, 5B. Ez egy nagyon érdekes akkord, ezt másképp úgy hívjuk, hogy H szűkített. Ezt úgy is jelöljük ezt a H szűkítettet, hogy egy karikával. Miért jelöljük egy karikával? Ez egy érdekes akkor. Nézzük meg ezt a zongorán. Van a H hang, arra van egy kis a D, arra van egy kis terc az F, és arra egy újabb kis terc az A. Ez most akkor alaphang, kis terc, szűkített, kvint, ez lenne a sima hetes, ez lenne a major hetes, szűkítetetes, és miután kis kisterc, 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 és hangzásban ugyan, mert az ASH az, az nem kis hanem bővített szekund, ASH egy újabb másfélhangos lépés, ugye h D-ig másfél hang, D-től F-ig másfél hang, F-től másfél H-ig másfél hang, ez egy olyan akkord, ahol nem lehet meghatározni az alaphangot, mert eddig, amikor volt egy alaphang, nagy terc, tiszta szeptim, ha ezt a hangját, mondjuk a szeptimet átrokom ide alulra, van mindenképpen egy ütközésem, vagy ha a kis septimet használok, alaphang, nagy terc, tiszta kis szeptim, ha ezt a kis septimet ide alulra fogom, mindenképpen van egy ütközésem, de mi van akkor, amikor ennél a H-nál, H, D, F, -ász, ha ezt az ázt ide alulra fogom, pontosan ugyanolyan másfél hang távolság van, tehát nem lehet meghatározni, hogy melyik az alaphang egész pontosan, mert Akárhonnan folytatom, mindig kis lépéseket lépek. Tehát kisterceket lépek, tehát nem lehet pontosan meghatározni hangzásra az alaphangot, csak a kottában. Ezért úgy néz ki ez az akkord, hogy a hangok a kistercenként lépve körbeírnek, ezért a jelölése a kottában ez a kör. És most jöjjön egy érdekesség, hogy amikor... Ennél a szűkítetnél ugye a hetest is szűkítettük, tehát ez volt egy H, mol, 5B, 7B. Ez a szűkített, úgy edültük, hogy H és egy karika, mert hogy körbeírt. Szűkített. Amikor például a C, mol, 7, 5B-t nézzük, vagy nem szállítjuk le ezt, akkor az lesz az eredménye, hogy C, mol, 7-es, 5B leszállítva, de 7-es nincs leszállítva, nincs teljesen szűkítve, tehát nem egy szűkített, ezért úgy is szokták jelölni, hogy H félszűkített. Ezzel a sima jelöléssel, hogy a szűkített karikát áthúzom. Ez egy praktikus jelölés, mi már tudjuk akkor ezek szerint azt jelenti, hogy egy mol, H mollakordról van szó, aminek a hetese nem szűkített. Tehát jelen esetben akkor ez H, D, F és sima A, tehát akkor nem ász, sima A. Ez a félszűkített. Tehát akkor négyes hangzatok ezt a tipikus részét megnéztük, de hát négyes hangzatot, bármilyen hangokat össze lehet fogni. Tehát akkor nézzünk meg egy olyat, amikor van egy alaphangunk, van egy tercünk, egy kvintünk, és négyes hangzatnak nem egy hetest, hanem díszítésképp egy hatost fogok hozzá. Tehát C-E-G-A, ugye ez egy 3, 5, és a sorba számolom C-D-E-F-G-A, ez a hatos. Ez a C6, az a neve. C6. Annyit azért tudnunk kell róla, hogy amennyiben én ezt a hangot, ezt ide leraknám, A hangra, újra kialakulna az alaphang, terc, kvint, hetes, tehát tulajdonképpen ez a C6-os, amennyiben A-ról építem föl, ez egy úgynevezett A, mol, 7. Alaphang, kis terc, tiszta kvint, és kis szeptim. De ha C-hez képes nézem, alaphang, nagy terc, tiszta kvint, és a hatodik hang, tehát C, 6-os. Még lehet variálni, mindenféle alaphangra ki lehet őket számolni, valamiért mindig így visszaérkeznek ehhez, hogy terc-terc-terc egyiknek a másiknak a hátán. Most rakjunk hozzá még egy hangot ezekhez. Tehát volt arról szó, hogy alaphang, nagy terc, tiszta kvint, és itt a hetesünk a szeptim, és építhetünk rá még egy tercet. Akkor megmutatom ezt az ongorán alaphang, nagy terc, tiszta kvint, nagy szeptim, és az újabb díszítő hang, ha megszámoljuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ez a 9-es. Ez a 9-es. Ez egy C, major, 9-es. A 9-es azt feltételezi, hogy már létezik a major, tehát a szeptim mindenképpen fontos, hogy major szeptin van, és a 9. hang, így C-hez képest a D. Egyszerűen a 9. ahogy megszámoljuk. Nézzük meg, hogyha D-re építünk fel, D, F, A, C, E. Hallgassuk meg. D, F, A, C, E. D, F, A az 1 D mol, A, C a C az kis szeptin, az E pedig a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tehát akkor ennek az a neve, hogy d mol 9. -kilenc. Ha 9-est írtunk, az feltételezi, hogy van 7-es mindenképpen. A 9-est írunk. Hogy van 7-es. Nézzünk meg egy másik akkordot. G-H-D-F-A. G-H-D-F-A. G, H, D, F, A. Ennél azt látjuk, hogy GHD az egy G dur, az F-re azt látjuk, hogy 7-es, és ugye van egy 9-esünk, G, 7, 9. Ezt úgy is szoktuk jelölni, hogy G, 9, mert a 9-es feltételezi, hogy van 7-es, az fontos. Na a G7-9 pontosan ugyanolyan jó, mint a G9-es. A 9-essel lehet egy kicsit változtatgatni, például olyan akkord is van, sok akkord van persze, de a G dur, kis szeptim, és mondjuk a 9-et leszállítom. G7-9B. Nézzük csak, hogy szól. G-H-D-F. Nagyon jellegzetes akkord. A 9-est lehet bővíteni is. Ugye ennek az lett a neve, hogy G9B. Mi van akkor, ha azt az át nem leszállítom, hanem fölemelem? Mit csináltunk olyankor? A hang, és egy keresztet rakok elé. Megmutatom ezt a zongorán. Alaphang, nagy terc, tiszta kvint, kis szeptim, és a bővített. Nagyon-nagyon jó kis akkord. Tehát a 9-esekkel lehet variálni. Lépjünk tovább, mert hát a variáció elég sok. Tehát an volt a neve, vagy 9 kereszt. Tehát megint feltételezi, hogy van benne szeptim. Ne elégedjünk meg ezzel az 1, 2, 3, 4, 5 akkorddal. Építsünk rá még egyet. Például C-I-G-H-D-F. Ezt egyszerűen megszámoljuk. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tehát ez egy C major, hiszen ez egy C, E, G, C dur, nagy szeptimmel azért major, 9 és 11. Amikor a 11-est írom, major, 11, az feltételezi, hogy van 7-es és van 9-es. Tehát C major 11. Nézzük meg ez G-re. G H, D, F, A, és arra még egy C. Ez pedig egy G, 11. Ez nem major, hiszen kis szeptimt használok. Nézzük akkor. C, E, G, H, D, F. Vagy a G-re. G, H, D, F, A, C. És akkor még ezzel se elégedjünk meg, mert ezt a C-t, ezt a 11-est is lehet még 11 plusz 11 mínusz használgatni. Inkább még egyet építsünk rá, az lesz, hogy C, E, G, H, D, F, A. Annak idején ezt kértem, hogy tanuljuk meg kettesével a hangokat. Ezek lényegében kettesével a hangok. C, E, G, H, D, F, A. Akkor ezt számoljuk meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ez egy C, major, 13-as akkord. Ezekkel persze olyan sokat nem találkozunk, de léteznek, nem baj, hogyha megismerjük. Nézzük meg akkor G hangról. G, H, D, F, A, C, É, ez már 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hang. Ennek pedig az a neve, hogy G13-as. Azt feltételezi, hogy a gére egy nagy tersz van, hogy dur, egy tisztakvint van, különben írnák, hogy 5 kereszt vagy 5B, ha nem tiszta lenne, egy kiszeptim, hiszen ha nem kis szeptim, lenne, írnák, hogy major, van benne egy 9-es, nem változtattunk rajta, egy 11-es, ami szintén adódott, és a 13-as, ami szintén adódott, tehát G13 feltételezi a 7-es, 9-est és 11-est. Hallgassuk meg akkor a C major 13, érdekes akkord. Lényegében lenyomhatnám a fehér billentyűket, hiszen C, E, G, H, D, F, A. Vagy a G-re, G, H, D, F, A, C, E. Ezeket a hangokat, ezeket lehet variálni, ezt azt elmozdítani benne, a maguk különös értéke megvan, mert más lesz a hangzás. Ahol a zeneszerző vagy maga a zenész, akinek ez a része szabadon meg van határozva, hogy milyen akkordokat játszik, változtathat rajta, olyan hangokat játszhat bele, úgy változtatja a díszítő hangokat, hogy segítse a következő hangnak, következő akkordnak a megszólalását, vagy akár a dallamra jobban éleszkedik. Tehát ezzel Tulajdonképpen a hetes hangzatokkal elérkeztünk ahhoz az utolsó részhez, amikor már mindent megtudtunk, amit így általában használunk a zenélésben. Remélem, sikerült meríteni abból, amit elmondtam eddig, sikerült megtalálni őket, használják a tudásukat egészséggel. Viszontlátásra!